Yeah.
Szeretném megkérni Adót Józsefet, a pálya tulajdonosát, hogy köszöntse a jelenlévőket. És akkor most ismertetjük meg a versenyzőkkel. And now let's introduce the racers. With number one, egyes számmal Mateusz Gyil from Poland, Lengyelországból. Kettes számmal Maosi Norbert, Magyarország. Hármas számmal, with number three, Matic Ivacic from Slovenia. Négyes számmal, with number 4, Denis Sojc from Slovenia. Ötös számmal, with number 5, Andrei Popa, Romániából. Hatos számmal, with number 6, Lars Szubjen from Poland. Lengyelországban lesz. Hetes számmal, Magyarországról, Kovács Roland. Nyolcas számmal, with number 8, Pavel Kisanz from Poland. 9-es, with number 9, Milan Manev from Bulgaria. 10-es, with number 10, Anže Rumek from Slovenia. 11-es, with number 11, Andrej Smetana from Czech Republic. 12-es, Üveges Szabolcs Magyarország. 13-assal, Fazekas Denis Magyarország. 14-essel, with number 14, Tomás Horváth from Poland. 15-essel, with number 15, David Rempala from Poland. És 16-ossal egy nagyon srác, Bárány Márk. Köszönjük szépen a versenyzőknek, jó versenyzést kívánunk. Thank you very much, good luck and let's have a race.
És akkor indulhat rövidesen az első futam a mai napon. Lápeu Cél, Magasi Norbert, Mátus Sivacsik, Denis Kaj. Megkezdődött a kettő perc. Mi részben, hogy rendesen érkeznek a versenyzők. Köszönjük nagyon jól áll összetettve, csak úgy, mint Kivacsics. Magasi Norbert kihagyta az első versenyét. Ilyen szempontból összetettve, hogy hátrányban van. Azt mondjuk, hogy a lengyel magadatok milyen minőséget képviselnek, hogy a Mateusz miért bizonyítnak a mitest a utamba. Jobban tehát megverő majd Mateusz illetve Magasi Norbert Steven, aztán Fenyőben, és Kovacsics, és általában Toy. Thank you.
félmotoros, Kopa lett a második, Roland a harmadik, 56-84, ami nyílik is meg. Thank you.
Thank you.
kerítőt. Thank you.
egy remek idő, a kis Ivacsics neve mellett, és a második utam győzelme. Egyelőre Ivacsicsnak és Horvátnak van két utam győzelme, utána a maximális ponttal két utam után. Most jön a nyolcadik, hogy a kettőtel. Thank you.
Köszönöm, hogy
Denis is kimen.
fantasztikus messing volt. Red, white, yellow, blue. De szóval akkor az is a tömegkezőben is szerepedik majd Fabekas Dani, aki túl is sisakban, versenyez majd 8 pontja van jelen. Megkezdődik a tömegkezőse. Sárgában Akkendos Nevának jön a teljes sisakban kettőtös Mizon, és pirosban a kiskodat kezdő Jogosi Norbert. Így vagyok is köztük a nagyalás kiskodat kiskodat versenydélyen magakat kezdő nagyasra kérni. Kellabudítás Magosi Norbertnek is, a másik magyar motorosnak. Hát nem lesz könnyű dolguk Mizonnal, illetve Nevánával. Thank you.
negyedik. Blue, white, yellow, red. Negative. Blue, white.
pályafutási során, és jelentve a felkérdése. Kérdezem Kovács Roland, pirosban, ilyen Manet és sárgában Bárány Már. Thank you.
kopa is. Kérjük a versenyzőket, jöjjenek vissza azonnal a rajthelyhez. Vannak a Dennis kapott a figyelmeztetést. Dennis, elvárt. Kapítható a feszültség. Nagy a szív.
Hál' Istennek sikerült visszaigazolnom, és újra a Kalászkid Bébünk versenyzőjét. Én úgy hiszem, hogy megérde még jól, hogy kapcsolat a gyerek, akik hívetem még megmatulatlan a 20 éves, és már Szlovéniában is, hogy kim voltunk Pluskóba két hete, már akkor is az alapszakaszban 10 pontot, illetve kisdöntőbe bekerült, de egy pálya elhagyásért kizárták azt a eredményét. Megsemmisítették, így nem tudott a döntőbe menni. Én úgy hiszem, ma a bizonyított, én úgy hiszem azon kívül önök is egy nagyon jó versenyt láthattak. Attól függetlenül, hogy a szlovák csapat nem tette oda magát, mint ahogy a három nemzet versenyzője, vagy versenybe kellett neki lenni, így nagy köszönet a Janusz Szacskának, aki kisegített bennünket, és tegnap este három versenyzőt, olyan, mint a Smetana, látják a Rempola. Olyan versenyzőket hoztunk, amik önöket szolgálja. Nagyon jó verseny, tudnak csinálni, azért, hogy ezt a lidás versenyzőt nem kell önnek mondani ebben a szakmában, mit jelent. Én úgy hiszem, hogy a jövőben is, tehát mint ahogy eddig is jó versenyeket, jó előkészített technikával, pályával, tehát azért nekik is köszönet a dolgozóimnak, az aparátusnak, akik ezt az egész napi munkát, az egész heti munkát szívek által minden benetére annak, hogy igazi jó versenyt csináljuk. Köszönöm a figyelmeket, visszaadom Danka úrnak, és köszönöm a meghallgatást. Majd tessenek jönni ugyanúgy az eredményhirdetésre, majd belesznek önök engedbe. Köszönöm. Köszönjük szépen, itt pedig most már várjuk az összülőt, hogy van egy magyar kívülünk, van egy az személyi Thank you.
Thank you.
A díjat még egyszer van már, ki adja át? Kovács? Kovács János? János, oké. Okay. Adja majd át a díjat. Nem, hallottuk. Bocsánat. Okay. A második helyezett lesz a mai napon. Talbok József adja majd át a díjat. Pazekas Denisnek! Köszönöm, hogy uraim, a mai napon egy lengyel fiú volt a leggyorsabb, Pavel Misson! A díjat szívesen utadják! Szívesen Jeriket kérnénk, hogy adják az első helyezetnek járó díjat. A mai zsűri elnöke volt a mai napon. És akkor Pavel Misson tiszteletére szóljon a lengyel himnusz. Thank you.
gratulálok a mai győztes Mikesnek! Az volt tehát a mai nap eredménye. Gratulálunk a dobogósoknak, elkészülnek a fotók. Mi pedig utána a szlovén szövetség eredmény hirdetésével folytatjuk, és utána jön az összetett végeredmény. Gratulálunk a dobogósoknak! És akkor jön a lovén szövetség eredményvédek, és a pezsgőzni azért lehet, hogyha a fiúknál van pezsgő, de csak a fotózás után úgy látom. Nem pukkantak. Egy nagyon izgalmas és látványos versenyt láthatunk a mai napon. Sok előzéssel és egy ragyogó döntővel. Mi pedig akkor most a szlovén szövetség eredmény hirdetésével folytatjuk. Igor Kolenko, a szlovén salakmatol szövetség elnöke adja át a díjakat. A szlovén bajnokságban harmadik helyezett lett Aze Gromek. Egy 16 éves fiatalemberről van szó. Azt gondolom, hogy az ő nevével még sokszor találkozunk majd. Második helyezett Nick Skorja. A szlovén bajnok pedig Matic Ivanic. Matic Ivanic megnyerte tehát a szlovén bajnokságot úgy, hogy listavezetőként érkezett ide összetettben is. A dobogó legmagasabb a Matic Ivanic. És van még egy külön díjunk, mégpedig a szlovén salakmatol szövetség díjazza a legjobb fiatal versenyzőt, és ez pedig nem más, nem meglepetés, Aze Gromek, a legjobb fiatal utánpótlásoló versenyző, U19-es versenyző. Gratulálunk a szlovén fiúknak. És akkor nem maradt más hátra, mint az összetett végeredmény kihirdetése. Harmadik helyezett lett, a díjat Albók Józseftől veheti majd át. Nick Skorja! De ugye nincs itt sajnos. Még most készülnek a fotók, mint a legjobb szlovén utánpótlás versenyző. A szlovénok kisajátították ma az összetett dobogót, illetve a szlovén bajnoki dobogót egyértelműen beszélünk szépen Gromeknek. Szóval a harmadik Skorja lett, a második összetettben a közös bajnokságban Aze Gromek! Igor Kolenko, illetve azok ők a közösen adják át ezt a díjat most, ha már Skorja nem volt itt. Köszönöm,
gratulálunk az összetes. Jók végzett az első között. Köszönjük a fotó, és várjuk szeretettel majd a szlovén motorosokat jövőre is a nagycsalád szívvégére. És ahogy már említettem, a magyar bajnokság végeredménye harmadik Ivan Manev, második Kovács Roland, a magyar bajnok 2021-ben Fazekas Denis! És Fazekas Denis már meg is rohanják a rajongók, hiszen ezzel az ünnepélyes eredmény hirdetésünk befejeződött, és ahogy azt ígértem, innentől kezdve be lehet menni a pályára.